Élet a diabétesszel, cukorbetegséggel foglalkozó sorozatunk utolsó részét láthatják. Vendégeink a Hölgyválaszban. Gebhardtné, László Bernadett, közgazdász, 3 gyermek édesanyja, akik közül a legkisebb 1-es típusú diabéteses. Alexnél januárban diagnosztizálták a diabéteszt, akkor volt 2 év 4 hónapos. Módos Anikó, középiskolai tanár, újságíró, szerkesztő. Több mint 4 évtizede cukorbeteg. Rendszeresen jelennek meg írásai és gyakran tart előadásokat a cukorbetegségről az ország különböző városaiban. Dr. Gelencsér Éva főorvos, 27 éve kezdett el dolgozni a Soproni Kórházban a csecsemő és gyermekosztályon. A gyermekgyógyászati szakvizsgát újszülött gyógyászati specializáció követte, majd 2010-ben a diabetológus orvosvizsgát is letette. Anikó, te, hogy belegondolva a te életedbe, ugye igen, büszke lehetsz, hogy ott a lányod, és hogy idézőjelbe téve ezt végigvitted, minden rendben van. Mi az, amire még úgy cukorbetegként büszke vagy, hogy igen, hiába vagyok cukorbeteg, megcsináltam, mert nem azt kérdeztem, hogy meg lehet vagy nem, hanem azt kérdeztem, hogy hogyan. Sok mindenre büszke vagyok ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogyha megkérdeznek, mondjuk előadások után, gyakran járok cukorbeteg rendezvényeken beszélni arról, hogy milyen a cukorbetegséget megélni ilyen régóta, és akkor oda jönnek és megkérdeznek ilyen személyes dolgokat, hogy kíváncsiak a véleményemre, hogy én azt hogy éltem meg, vagy akár lelki dolgokat, vagy akár praktikus hétköznapi dolgokat. Ez mindig olyan jó, mert ez olyan, hogy valaki, ha egy emberen tudok segíteni, az is nagyon jó. A másik, ami ugyanilyen, hogy a diabétesz újságban rendszeresen írok. Egyrészt a saját életemről, másrészt az orvosokkal való kapcsolatomról, tehát ilyen hétköznapi dolgokról, amit szintén úgy gondolom, hogy különösen, aki először kerül kapcsolatba a cukorbetegséggel, esetleg bele tud építeni az életébe. Ami nagyon fontos, az emberi kapcsolataim, amelyeket tulajdonképpen a cukorbetegségnek köszönhetek. Ha választhatnék, most sem választanám másként. Tehát olyan emberek a barátaim, és olyan fajta közegben mozgok és élek a cukorbetegségnek köszönhetően is, ami azt gondolom egy fantasztikus ajándék. A másik, hogy akik ismernek, tudják, hogy amire a legbüszkébb vagyok, hogy szabad lehetek. És ezt a fajta szabadságot, ezt mindenféleképpen a cukorbetegséghez is kötöm. Tehát az egyik a személyiségnek az a szelete, hogy valaki vállalhatja, hogy milyen, teheti azt ebben a mai világban, nem olyan nagyon egyszerű és nem olyan nagyon általános. Úgy hozhatja a döntéseit, amit a doktornő mondott, valóban azt a sok-sok döntését a cukorbetegséggel kapcsolatban, mert mellette döntünk, ha autót vezetünk, ha családunkkal kapcsolatos döntéseket hozzuk meg, hogy gyakorlatilag a cukorbetegség, mondhatom azt, hogy nekem már szabadságot adott. Érdekes. Úgy a diétázással kapcsolatban, mint az inzulin beadással kapcsolatban, tehát ha én például tudom, hogy mondjuk szeretnék lefogyni 5 kilót, vagy esetleg annál többet, volt ilyen az életemben többször, akkor úgy igazítom és úgy irányítom nyilvánvalóan a kezelőorvosommal konzultálva a dolgot, hogy akkor kevesebbet eszem, kevesebb inzulint adok, ha elmegyek futni mondjuk hetente 3-szor, akkor azt is igazítom, nagyon fontosnak gondolom a sportot, legalább olyan fontosnak, mint a diétát. Hogy beleépüljön az ember életébe. Nem csak az állapota miatt, a mentális állapota igen, miatt is ez, nagyon ez fontos. Csatlakoznék élettanilag, mert egyrészt ugye a szívfrekvencia emelkedésen járó mozgás, az a szöveteket érzékenyíti az inzulin hatásra. Tehát a cukorbetegek maguk megélik, hogy könnyebb egyenletes vércukorértékeket produkálni, hogyha bizonyos ritmusban ők betervezik az órarendjükbe, az életükbe a mozgást. Én a magam részéről a kecsütörtök vasárnapot szoktam ajánlani, mert az nem pálya, hogy hétfő, szerda, péntek rendben van, és utána meg buli hétvége, főleg a középiskolás korosztálynak. Tehát, hogy akkor megértik, hogy az is egy megtanulandó adat, hogy 2 pulzusemelő edzés vagy mozgástevékenység között minimum, maximum, de 72 órának el kell telni. Mert hát köznyelvre lefordítva azért kiteszem a szervezetet egy ilyenfajta
terhelésnek, jó értelembe vett stressznek, de abból regenerálódni is kell, hogy aztán újra startvonalhoz állítsa magamat. És egyébként ugye a diabetes az olyan, mint egy lakmuszpapír, hogy akkor is jelez neked, hogyha te nem szereted, úgy akarsz csinálni, mint hogyha nem lenne. Tehát azért az egy nagyon jó útítás, egy olyan élettárs, meg egy olyan barátnő, aki egy olyan házastárs, vagy olyan feleség, olyan férj, aki akkor is ott van, és hála Istennek, hogy ott van, mert lehet, hogy ahogy Anikó is mondta, hogy bizonyos döntésekbe, mint egy jó tündér vezérelheti, már aki hagyja magát, szóval itt megint vissza tudunk térni arra, hogy igen, hogy a bizalmi képesség az bizony, az nagyon-nagyon fontos. Kíváncsi lennék, Detti, hogy ahogy hallgattad Anikót, erre a fajta dologra gondoltál, amikor azt mondtad, hogy mi ezzel élünk együtt, ezzel vagyunk teljesek, mi mindent fogunk csinálni, nem rakom búrral a gyerekemet. Visszacsengett, amit az Anikó mondott? Részben igen, de azért nagyon jó volt ezt így hallani, de én megmondom őszintén, tehát én azért ezt bármikor visszaadnám. Persze, ez igen, egyértelmű, tehát, mint anya, megváldásul nagyon az elején is állsz ennek igen, a történetnek. Igen, tehát, de ha már van, én is próbálok úgy hozzáállni mindig, hogy kihozzuk belőle a legjobbat. És tényleg az nagyon jó, amikor találkozunk olyan emberekkel, akik ugyanebben a cipőben járnak. Tehát az Alexnek is ugye már van egy-két kis barátja, ez az úszás is nagyon jó. Tehát én szerintem lehet jobban élvezem, mint a gyerekek, mert közben tudok az anyukákkal beszélgetni, akiknek ugye nem kell elmagyarázni, hogy miről szól egy napunk, vagy... Tehát igen, azért ehhez sok minden hozzátartozik. Vagy miért adott igen, hát a szolidaritás az abszolút működik a hozzátartozók között, és a gyerekek között is. A kicsi gyerekek között nagyon. Aztán az érdekes módon átalakul a kamaszkorba. Tehát például a Győri Centrummal éveken keresztül jártam sítáborba. Aki kisiskolás korában megtanult síelni, az kamaszkorban nem akart jönni. Tehát az is egyfajta ilyen tagadási reakció volt szerintem, hogy amíg kisgyerekként örül, hogy a hasonló a hasonlóval barátkozik, és én ugyanúgy tudom a pazit rakni. A kamasz, nehogy már én egy ugyanolyat mutassak neki, mint ő. Hát. És ez nagyon, nagyon úgy tényleg a kamaszkor vehemenciájával nagyon őszintén tálalják. Tehát, hogy mondjam, kérdés nélkül. Úgy, ahogy szerintem a tanároknak is nem azért vannak reakciók. Egy pillanatra, bocsánat, csak a szolidaritás szó kapcsán szeretnék mondani valamit, hogy a cukorbetegek családtagjai mennyire szolidárisak a cukorbetegek, a más cukorbeteg iránt. Van egy történetem a lányomról, aki ugye Budapesten egyetemista, és nemrégiben a 4-es-6-os villamoson észrevette, hogy hipózik valaki. Az azt jelenti, hogy lement a vércukra, üldögélt a hölgy, és látta a Fanni, hogy izzad, és hogy nincs jól, tehát látta, hogy remeg, ezt látott már ilyen tüneteket rajtam, és azt mondta, utána felhívott, segített neki, kiderült, hogy amúgy egy nővérke volt, aki nem ehetett hosszú órák után, cukorbeteg nővérke, mert hogy dolgozott, jött a kórházból, tehát fantasztikus a történet szerintem, és a Fanni lányom segített neki, hogy ne legyen nagyobb baj, és felhívott utána, és azt mondta, hogy anya, senki nem segített a 4-es-6-oson neki, meg is halhatott volna. Tehát, hogy ez a szolidaritás annyira fontos, hogy tudjunk róla, igen, hogy segíteni kell azon, aki cukorbeteg, nem részeg, aki áldogál mondjuk a busz megállóban, és úgy néz ki, mintha dülöngélne. Igen, vegyük észre, hogy kérdezzük meg, hogy mi a problémája, és mentsük meg az életét. Mert arról szól a dolog, hogyha nem tudjuk, hogy cukorbeteg, ő nem tud magán segíteni, mi nem segítünk rajta, nagyon könnyen meghalhat. Igen, amikor a kémiai érték a 4 millimol és a 3,5 millimol alá esik, akkor azt orvosilag is úgy mondjuk, hogy kémiai vércukoresés. Tehát van egy ilyen lefele csúszó skála, amikor mi megtanuljuk, hogy mikor, milyen testi és pszichés, illetve tudati tünetek jelentkeznek egy diabéteses embernél. Ez az abszolút vércukoresés, és ezt általában megérzik. De aki hosszú ideje cukorbeteg, és a gyerekeknél, meg a kisdedeknél, ami ugye óvodáskor az olyan, mint egy mini kamaszkor hormonálisan is, endokrinológiailag is, az azt jelenti, hogy ott azért nagyon nagy hullámzások vannak a vércukorszintbe,
nagyon nagy kilengések, tehát hogyha egy 4-5 éves vagy egy 2-3 éves kicsi diabéteses gyereknek akár egy stressz helyzetbe, egy lázas reakcióba, egy hurutos állapotba, vagy egy front hatásra van egy 20 körüli vércukra, és azt az édesanyja korrigálja, vagy aszerint ilyen GPS jelleggel tervezi a további óráit, vagy a félnapot, akkor bizony átélhetnek egy 22-ről egy 12-re való vércukoresést, ami, hogyha csak a számokat nézzük, akkor a 12 is, még ugye Anikó az előbb azt mondtad, hogy az, vagy a Berni is talán ezt az értéket emelkedett, hogy az magas, az sok. De relatív, viszonylagos értelemben az már egy 10-es csökkenés. És bizony a gyerekek, akik kicsi életkorba kezdik ezt a karriert, ők ezt megélik. De a kisgyereknek speciális jelzőrendszere van egy felnőtthöz képest. Ugye? Ezt meg kell tanulni. És még szóval most arra lennék kíváncsi, hiszen a beszélgetés végére értünk, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk az utcán, amikor kérdőjel van bennünk, hogy valaki rosszul van, akkor mi a teendőm? Én megpróbálok ott valamit tenni, vagy pedig azonnal a mentőt hívom, tudok-e egyáltalán tenni valamit? Hát nálunk, amióta kiderült, én azt tudom mondani, hogyha látok egy embert, aki látom, hogy nincs jól, vagy éppen elfekszik a földön, akkor én oda megyek, és az első kérdésem az, hogy cukorbeteg-e. És ha cukorbeteg, és rosszul van, akkor mi a teendőm? Tehát kiderül, hogy rosszul van, mit tudok tenni? Akkor is mindenféleképpen az elsődleges tevékenység az, hogy gyorsan felszívódó szénhidrátot kell neki adni, mert abból baj nem lehet. Tehát az alacsony és mérhetetlen alacsony vércukorszintből fatális következmények lehetnek, és maradandó károsodást tud szenvedni egy kicsi gyerek. De attól, hogy a magasat én még magasabbra viszem, majd jön a mentő, és akkor az orvosok ellátják. Igen. Tehát ott gyakorlatilag ez a tanulsága, és ennek megfelelően a gyerekek úgy nevelődnek általunk, hogy amikor a beállítás megtörténik, akkor vannak házi feladatok, amiket meg kell tanulni. Van egy licenszvizsga a szülőknek, amit kell tudni, mert hazaviszi az egész csomagot gyerekestől. Még egyszer megszületnek egy kicsit családilag is gyerekestől is, mindenestől. És ennek a része a hipoglikémia hárító csomag, ami aztán egy plusz testrészük. Az anyukáknak, aztán a gyerekeknek, igen. És hát Berni nagyon jól lehet ugye mondani, hát, hogy mi van ebben. Igazából bárhova megyünk, ha kimozdulunk otthonról, egy kérdés van. A legtáskája megvan, ez a telefonja. Tehát ez a kettő, enélkül nem. Hát én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, a sok-sok információt, hogy megnyíltatok, és mindegyik kötöknek, Alexnak is. Nagy jó egészséget kívánok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük róla.